Tényleg is kell szállni. Itt, ahol. Kicsit így lazíts le. Jó? Hogy még tudjak lenni így menni. Szóljam úgy, ha fáj. És akkor most ezt fogjuk beletenni ebbe a folyadékba. Akkor majd így várnunk el. Ha negatív az eredmény, akkor egy csík van. Ha pozitív, akkor két csík. Az Alternatíva Alapítvány gyors teszt és tanácsadás programja Norvég Civil Támogatási Alap segítségével valósult meg, és az a célunk ezzel, hogy a gyors tesztet HIV, szifilisz és hepatitis C gyors teszt és az ehhez kapcsolódó tanácsadás, mint módszert népszerűsítjük, hogy elterjesszük a Magyarországon intravénás szerhasználókkal vagy szexmunkásokkal foglalkozó szervezetek körében. És ehhez kapcsolódva Budapesten 3 szervezet, vidéken pedig 3 városban folyik ez a program. Nem magamat nézem ilyen esetben, hanem rajtam kívül még mondjuk 10-20 vagy 100 ember, hogy nekik ne legyen bántódásuk. Ugye most arról van szó, hogy én HIV vagyok, nem lesz egy jó érzés, azt én tudom, már tudom, te is kezded észre menni rajta. Viszont ha másokon segíthetek ezzel, és nem fertőzök tovább, akkor az már egy jó érzés. Kicsit várjuk, megcsinálom ezt, és akkor utána. Oké, rendben van, csak nyugodtan. Az Alternatíva Alapítvány eddig gyalog, hátizsákból tudott tűcsörét csinálni, illetve az utcai munkát így végeztük, de most a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével alkalmunk volt arra, hogy néhány hónapra béreljünk egy buszt, és ezzel ennek a segítségével végezzük az utcai megkereső munkát és a szűréseket. Hogy mit ér a vér, Mr. Fehér? Hát mondom most azért, hogy valamit tegyél, hogy igazi legyél, mert a csukalabba kér, és mindenki tudja, ha vel, hogy a nyosdek előttig te soha nem jutsz el, mert mögöttünk a jövő, és előttük az élet. Figyelj, tesó, mert most neked beszélek itt a Gino, egy igazi roma gyere, a spanom neki 7, nekem 8, körülött ahol lakom, hogyha komoly veszel, mi kell, és meg békész azzal, hogy szaporodik a romák száma, minden legyen, és tappal ezen világ. Jelenleg az utolsó felmérések adatai alapján 2011 és 14 között közel duplájára emelkedett a hepatitis C fertőzöttek aránya az intravénás szerhasználók körében. Tehát ez Budapesten azt jelenti, hogy 2011-ben kb. 34% volt a fertőzöttség aránya, és 2014-ben ez 60% volt. És az országos adatok ugyanígy a duplájára növekedtek, tehát 24-ről 49%-ra nőtt a hepatitis C fertőzöttek aránya. Van egyfajta úgymond betegségtudatuk a klienseknek, tehát ha a C-s eredmény pozitívra értékelődik, akkor azon nem lepődnek meg abszolút. Tehát majdnem egy karlegyintéssel azt mondják, hogy oké, én ezt tudtam, tehát olyan, mintha náthás lenne az emberünk, és inkább a HIV fertőzöttségre kíváncsi, hogy fertőzött-e vagy sem. Hát nézd, az igazság, hogy édesanyám ugye áprilisban hunyt el, és a testvéreim se úgy foglalkoztak azok után velem, hogy akkor megtudták, hogy én drogfüggő lettem. Holott nem így kellene, és a segítségnyújtás az nagyon-nagyon csökkent. És így nehéz elmenni rehabra is. Hogyha most ott áll mellettem egy hölgyemény, mondjuk a párom, aki ugye nincsen, jó ideje, volt egy állandó párom. Mennyi ideig voltatok együtt? Hát nézd, 2 évig, 2,5 évig volna. Aztán végül is ő volt a fő kolompos, ő vitt bele. Igen? Sajnos. Aztán ott hagyott a tűvel a kezemben, úgymond idézőjelesen. Én meg ugye édesanyám halála után elkezdtem újból. Most fogom ráönteni a harmadik oldatot, aminél, hogyha alul megjelenik egy pont, az azt jelenti, hogy HIV-re pozitív vagy. Viszont, hogyha a bal oldalon jelenik meg egy pont, akkor pedig azt jelenti, hogy az egy szifilisszel valószínűleg van valami szifilisz. Na, jó van, nincs gond. Nagy levegő neked is? Nem mondod komolyan? De. Akkor jó. Nincs pont. Nincs pont. Uh-huh. Nincs pont. Nincs pont.
közel ilyen 400-450 klienssel vettük föl a kapcsolatot. A klienseink 70%-a az utcán él, illetve a szerhasználatot tekintve így nagyjából a 90%-uk új pszichoaktív szereket használ. Maga az injektor csere mellett foglalkozunk még azzal is, hogyha esetleg különböző papírokat kell nekik beszerezni, akkor ugye ingyenesítőket csinálunk, illetve hogyha szállással kapcsolatban, illetve étkezéssel kapcsolatban van kérdésük, akkor ugyanígy népkonyhák, illetve szállók elérhetőségét szoktuk megadni. Tűcseréhez jöttünk, mert nem szeretünk használni használt itt. És ezt a szűrést, ezt igénybe szoktátok venni? Igen. Kötelező. Örültem, hogy van. Ajaj. Tehát rendszeresen jártok szűrésre? Hát mikor van, akkor igen. Én például olyan vagyok, hogy én simán le tudok állni vele. Csak hát mindig kerül olyan helyzetbe az ember, hogy mindig vissza kell állnia. Milyen helyzetben? Hát én például azért kezdtem el, mert apámat meg anyámat elveszítettem. Akkor most ugye egyedül vagyok, tehát meg engem megnyugtat, tehát nekem elvileg szedni kéne nyugtatót, de nem szedem, mert az rosszabb, mint hogyha így megcsinálnám magamat. Például te tudod a státuszodat, hogy te... Nem, én nem tudom, én nem vettem részt szűrésen, nem azért, mert félek tőle, hanem... Hát, mert nem jó embernek lenni, maradjunk ennyiben. Tehát nem biztos, hogy szeretném továbbadni a betegséget, ha nincs, akkor nem így jár. Na jó, de ahhoz kell ismerned a státuszodat. Tehát, hogy kell tudni, hogy mi újság van veled. Jó. Jövő hét péntek? Jó. Akkor megtudjuk. Nem használok... Annyit, mint annó, ez az alapítvány is elősegíti. Hát, hogy mit? Ezt nem tudom pontosan megítélni, de szerintem alfa PVP-t. A heroinista múlthoz képest szinte se, elenyészően keveset. És miért váltottál? Hát, hogy ne halljak meg. Hát meg az utcán élni ennyire jó. Alig van, aki olyan kliens, aki nem ne az utcán, vagy szállón, vagy nem tudom, valahol jön. A budapesti intravénás szerhasználók közötti hepatitis C fertőzöttségnek ez a hihetetlen emelkedése, ez döbbenetes. Erre az eredményre én nem látok semmiféle kézzelfogható reakciót, semmiféle rá mozdulás, nem, nincs ezzel foglalkozni. Látjuk, tudjuk, de hogy itt megállt a történet. Valójában ez az eredmény, ez nem is a mostani helyzetnek az eredménye, mert a mostani állapotnak, gondolok itt arra, hogy tűcsérprogramok zártak be, és a kliensek nincsenek kellőképpen elérve, kevés a fecskendő, nincs elég eszköz, több szúrás. Ennek az eredményét még valójában még nem látjuk. És én nekem erős kétségeim vannak, hogy valós képet fogunk-e látni, mert hogy nem is szűrjük le őket olyan arányban. Tehát nem jelennek meg az ellátórendszerbe, nem érjük el őket, nem tudjuk őket megszűrni, tehát nem fogjuk tudni, hogy milyen státusszal vannak ők. Senki nem használja a telematűt, én senki után nem használok. Nem használok idegen helyen, én csak otthon tudom magam megcsinálni. Én az utcán lépcsőházban sehol nem csinálom. A tűket nem dobálom el. Én azt mondom erre a cuccra, hogy minden ember tudja irányítani, illetve minden embernek tudni kéne irányítani, és egyet kell eldönteni. Vagy a cucc irányít téged, vagy te a cuccot. Ha a cucc irányít téged, végig rossz. Eleven kurva sokat dolgozok, mint te is látod, de minden nap dolgozok, ad mellettél éjszakálok, úgyhogy nekem ez a kiszorakozás belefér, mert nem dohányzok, nem alkoholizálok. A Szegedi Kistérség Egyesített Szociális Intézmény, dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum területén vagyunk jelenleg. Alacsony küszöbű szolgáltatásunk van, nappali ellátás a szenvedélybetegeknek, drogambulanciánk van. Ez év nyarától Szatymazon egy rehabilitációs centrumunk nyílt, de ide tartozik az, hogy margarinos kenyeret adunk a rászorulóknak egy-egy pohár teával, várjuk őket, tisztálkodási, mosási lehetőségünk van, illetőleg egy drop-in
toppanj be klubunk. Fesztiválokon veszünk részt, különböző kitelepüléseink vannak, szórakozó helyeken. Tűcserepprogramot is működtetünk, illetőleg metadon fenntartó kezelést is nyújtunk. Napi 80 mg metadont kapok. Ez tulajdonképpen arra jó, hogy ne az igazi cuccot kelljen megvegyem, és tulajdonképpen ez ebben segít, hogy valamilyen szinten vissza tudjuk egy kicsit a társadalomba illeszkedni. Többet, sokkal többet szúrnak vizálni a drogot az emberek, mint mondjuk idézőjelben normális drogot. Hozzáférnek az emberek elég tűhöz, hogy itt többet szúrnak? Hozzá. A gyógyszertában is gond nélkül kiadják, meg itt a drogambulancián és a metadonambulancián adnak tűt, tehát annyit, amennyit az ember kér, csak azt vissza is kell hozni, és akkor úgy körforgásba. És nem gond a tükkel mászkálni, a rendőrség nem... Hát, de gond, igen, a rendőrök nem örülnek neki. Tehát már volt olyan, hogy ismerősömet elvitték, és pont ez miatt, és elvették tőle a metadont, amit elvő engem is szabadna. Mert ugye, hogy ez legális, tehát ez ilyen kicseszésből. Az opiát függő szerhasználók körében nagyon népszerű ez a szűrési program. Nagyon sokan tartanak rá igényt, és nagyon örültek annak, hogy anonim módon részt vehettek benne, nem kellett más egészségügyi intézménybe elmenni, hisz ez itt helyben történt. Az eredményre nem kellett túl sokat várni, hisz a hepa C szűrés néhány perc alatt készen van, a HIV és szifilis szűrés, erre is csak egy 10-15 percet kell várni. Az ANTS vizsgálata keretében a tavalyi év folyamán szűrteknek mintegy 30%-a hepatitises volt, és ez nagyon nagy arány. A Miskolci Drogambulancia Alapítvány által üzemeltetett drogambulancián vagyunk. Borsod megyébe ez az egyetlen illegális kábítószer használókat ellátó intézmény. A játékszenvedélyeseknek van egy csoportunk, van a drogfogyasztóknak csoportja, illetve a hepatitis C-vel fertőzötteknek is tartunk külön csoportfoglalkozásokat. Sikerült berendeznünk a sportszobánkat. A gyógymasszőrünk közfoglalkoztatás keretében került alkalmazásra, és így lehetőségünk van akár a kliensek, akár pedig a saját dolgozóink részére egy kis kényeztetést nyújtani. 2004-től van szubsztitúciós kezelés a Miskolci Drogambulancián. Maximum 30 főnek tudjuk ezt az ellátást biztosítani. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez elegendő is. Kis pohárkába megkapják a feloldott metadont, ugyanitt történik a nap többi szakaszában a tűcsere. Sajnos tűn kívül más eszközt nem tudunk biztosítani itt az anyagi problémák miatt. Egyre többen, egyre fiatalabb korban és egyre nagyobb számban használják a designer drogokat. Sajnos a legkisebb, nem tudom én, ilyen 1000-2000 fős településeken is már megtalálható. Elsősorban a herbál fő az, amit használnak. A hepatitis C nagymértékben növekedett. Tavaly előtti évben körülbelül az 50%-a pozitív volt. HIV fertőzöttünk, az szerencsére nincsen még. Mi nem elsősorban intravénás zsokfogyasztókkal foglalkozunk. Közösségszervezés, közösségi programok, ifjúsági, szabadidős programok, drogalternatíva jellegű prevenciós programokkal foglalkoztunk, és mert közben felmerült ez is, erre is van igény. És vannak olyan szülők, szomszédok, akik úgy állnak hozzánk, hogy köszönik, mert hogy segítettünk a gyerekükön. Most indult egy foglalkozás sorozatunk, ahol a szülő-gyermek kapcsolat erősítésében olyan hátrányos helyzetű családokat fogadunk, ahol azt tanítjuk meg, hogyan kell bánni a gyerekekkel, hogyan kell a gyereknek a iskolai tanulmányaira odafigyelni, hogyan kell segíteni. A személyi betegellátó rendszer az a városnak a keleti felében található, a nyugati felében nincs semmilyen ellátási forma. Mély szegénységben élő családok laknak itt, akiknek, hogyha bármilyen személyi betegség felmerül és ellátást igénybe vennének, lehet, hogy buszjegyre nincs pénzük, hogy elmenjenek a város
keleti felébe. Azt vártuk, hogy 200 fő fiatalt fogunk elérni két év alatt, gyakorlatilag 341 fiatalt értünk el 4 hónap alatt. Itt a mosolyi munkám során azt látom, hogy teljesen más a intravinás szerhasználat, mint amit korábban láttam. Még korábban a heroin fogyasztónál meg volt az, hogy rendszeresen használ intravinásan, itt inkább vannak olyan csoportok, akik időszakosan, mondjuk fél év múlva van egy olyan buli, ahol elkezdenek intravinásan használni, azt tart 2 hétig, és utána nincs tovább. Mivel nem napi szinten használják, annyira nem látják fontosnak, vagy nem látják a kockázatokat. A gyors szűrés az kellett, 24 intravinás sikerült leszűrnünk, közül 11, aki hepatitis C fertőzött, egy szifiliszes még, és ez megadta lehetőséget arra, hogy akkor felvilágosítsuk a további ellátásról, esetleg a háziorvoshoz elkísérjük. Tíz-tizenkét intézményünk van, Pécs mellett, Kaposváron, Somogy megyében is jelen vagyunk, illetve most Baján volt egy intézményünk, Bács-Kiskun megyében. Ezek főleg szociális intézmények, nappalik, közösségik, alacsony küszöbű területen működünk. Van több ambulanciánk, ezeket most úgy azt mondjuk, hogy 4 ambulanciából 2 inkább alkoholra specializálódott, 2 meg inkább illegális szerekre, de viselkedéses problémák ugyanúgy jelen vannak. És aztán vannak rehabilitációs intézetünk, a intézeteink az egyik a Pécsváradi Változóház, illetve ilyen lazán egy egyesületi formában kapcsolódik hozzánk a Mérföldkő Egyesülettel, a Kovács Színályai Rehab, és aztán ezekhez kapcsolódóan még vannak félutas házak, védett munkahelyek. Tudnak a kliensek itt mosatni, folyadékot tudnak magukhoz venni. Van 2 gépünk, ahol tudnak internetezni, mert a klientúra egy része rehabról érkezik, és egy ilyen kifelé építkezős fázisban vannak. Itt tárolunk eszközöket, amit utána beviszünk, amikor jönnek cserélni. Az a helyzet, hogy most itt Pécset, ami jellemző, az nagyon ráadtáltak a biofűre. Tehát vissza is esett egyébként a tűfogyás, vagy az igény a tűre. Elmondásuk szerint ugyanazt a hatást el tudják érni, úgyhogy nem szúrják magukat, és hogy nem annyira macerás a történet. Nálunk az 1/3, aki ide jött hozzánk, vagy itt megfordult szűrésen, az 1/3 részüknél volt pozitív a hepatitis C-teszt. Azt a világot, ami nem az övék, azt úgy elég nehezen tudják megközelíteni egyáltalán, vagy nyitni felé. Azt gondolom, hogy ez például a tűcserének az egyik haszna ez, hogy megragadhatjuk azt a pillanatot, amikor ő motivált arra, hogy változtasson az életvitelén. A keleti városrész halmozottan hátrányos helyzetű fiataljai között terjedt a C, akik korábban inkább szipusztak, meg ittak. A gyermekotthonos gyermekek között, a lakásotthoni gyerekek között viszont szintén komoly probléma. A gyermekotthonnak a vezetése, az ANTS, a gyámügy, egy-egy gyermekvédelmi intézmények valóban fontosnak tartják az erről való gondolkodást és beszédet. Tehát úgy tűnik, hogy mindenképpen olyan együttműködések, amelyeknek ebben van szerepe, hogy itt ezt a terjedést picit próbáljuk fékezni, azok mindenképpen tudnak egymással kommunikálni, és kommunikálnak is, ez meg jó. Tudod, mit felejtettem kérni tőled? Kesztyűt, mert az... Kesztyűt? Tudod, tanultam első segélyt, ezt múltkor is kellett volna. Miért kellett volna a múltkor? Légzés, hát majdnem, hogy légzésben már sárt fönt az egyik függőnél, itt kint a ligetben, és csak annyit hallottam, hogy valaki hörög, és feküdt a földön, úgyhogy... És mit tudtál csinálni? Hát gyakorlatilag annyit csináltam, hogy akkor oldalára borítottam. Hát ugye szakszerűen már ami volt nálam eszköz, azt felhasználtam. Az azt jelenti, hogy volt egy ilyen kis speciális légzőmaszkom, és azon keresztül fújott be a levegőt. Egyértelműen hívtam mentőt. Közben meglett az eredmény. Igen. Hát mondtam, hogy 2 csík van, ugye ez azt jelenti, hogy hepatitis C-re pozitív vagy. Viszont nem fogál feltétlenül kétségbe esni, a hepatitis C-nél nagyon sok válfaja van. Uh-huh. Van egy bizonyos 20%, ami nagyjából ilyen spontán meggyógyul, illetve van egy akkor a maradék ilyen nagyjából ilyen 40-40%-ban, vagy ilyen gyors lefolyású a dolog, vagy pedig azért így nagyjából így stagnál. Uh-huh. Mindenféleképpen szükség van arra, hogy... Légy szíves! Még van. Jó, bezárom.
hogy mindegy, el kellene menned kezelésre, mutatok majd neked különböző opciókat, ahova el tudsz menni. Már csak azért is érdemes, hogy nagyjából tisztában legyél, hogy milyen, hogy mik a lehetőségek, illetve ott vesznek tőled majd vénás vért, amiből valóban kiderül, hogy ez a hepatitis C, ez fönnáll-e vagy sem. A maga, ami most van itt Magyarországon kezelés, ez az interferon kezelés. Ez kicsit ilyen macerásabb, főleg így, mert TB kell hozzá, plusz az kell, hogy az embernek a szervezeten legyen gyulladásba, és különböző mellékhatásai is lehetnek, mint tudom, fizikai, pszichés egyaránt. Viszont, hogyha valaki végigmegy ezen az interferonon, és nem sikerül neki, akkor van lehetősége egy más, egy ilyen interferonmentes kezelésre, ami hát sokkal jobb, nincsenek nagyon mellékhatások, csak hát ez ugye drágább, és azért, mint egy második opció szerepel, de akkor adok is neked minden különböző hepatológiákról elérhetőségeket, jó? Jó. Ez egy fontos terület, hogy a kiszűrteket tudjuk-e tovább küldeni. Tehát önmagában az, hogy a kliens tud róla, és aztán sokszor szinte nem vesz erről tudomást, ez azt gondolom, hogy ez kevés, gyógykezeléseknek is meg kell indulniuk. Tudom, hogy a sok tűcsere programnál nagyon kis arányban tudtak akár kiszűrt embereket tovább küldeni kezelésbe. Mi erre tényleg azt tudtuk kitalálni, hogy így nagyon szoros kézből kézbe adás, tehát számos alkalommal én kérek a kliens jelenlétében időpontot neki, és akkor felírnak egy cetlire, hogy mi az időpont, amikor neki melyik doktorhoz kell menni. Már volt több kliensünk is, aki szerencsésen végigcsinálta és sikeresen megcsinálta. Vannak ilyen klienseink, akik a pozitivitást után részt vettek ebbe a programba, és most örömmel mondhatjuk, hogy negatív az eredmény. Ha eljutnak kezelésben, akkor van rá esély, hogy ők meggyógyulnak, illetve nem, és akkor nem adják tovább a fertőzést, és ezzel a többségi társadalmat is védjük, egyrészt a családtagokat, rokonokat, ismerősöket, de hát másrészt anyagilag is ez jobb, mint a további fertőzötteket kezelni.